A szekszárdi református lelkész Kaszó Gyula tartott előadást a konfliktus helyzetekről és a konfliktus kezelésről. Az, hogy egy adott konfliktusra hogyan reagálunk, igen sokféle lehet. A konfliktus elkerülésétől egy harmadik fél bevonásáig. Pont ez az összefüggés, amire rámutatott, ez az, ami mérvadó. Szituációtól függ, lelki állapotunktól függ, magától a konfliktus jellegétől függ, és ennek az összefüggésében változnak a megoldási kísérletek is. A konfliktus meghatározására az ókor filozófusai óta történnek próbálkozások. A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. Erre kellene törekedniük a szemben álló feleknek. Én magam konfliktus kerülő ember vagyok, éppen emiatt mihelyt érzem a konfliktusnak a csíráját valamennyire kikelni, akkor már is felvállalom a konfliktust. Az én esetemben ez az, ami célra vezető. De nem tudom azt mondani, hogy ez recept lenne. Emiatt az önismeretnek óriási nagy jelentősége van a konfliktus kezelésben. Magamat kell ismerni először ahhoz, hogy a bennem levő feszültség kezelésében egyáltalán meg tudjam találni az utat a másikhoz, és utána ennek az útnak a segítségével rendezni tudjam a kapcsolatunkat. Előadása során rávilágított a jelenlegi legsúlyosabb konfliktusra, az ukrajnai háborúra. Mint mondja, nincs ártatlan fél, és nem lesz nyertes, amíg mindenki csak győzni akar bármi áron. Akkor lehet előrelépés, ha egy közös nyereséget fognak szem előtt tartani, a békét.